István képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, egy egészen kivételesen felháborító eset jutott a Mi Hazánk mozgalom tudomására. Az általa elkövetett pedofil bűncselekményeket beismerő személyt engedtek szabadon 27 hónap letartóztatást követően. A Budapest környéki törvényszék körülbelül 2,5 héttel ezelőtt látta elérkezettek az időt arra, hogy egy rendkívül veszélyes egyén szabadítson újra a társadalomra, aki újra vadászhat gyermekkorú áldozataira. Az eddigi sértettek kivétel nélkül 6 és 10 év közötti kislányok voltak. Az ügyben eljáró bírót a következő mondatok sem tántorították el vérlázító döntésétől. Csak azt szeretném elmondani, hogy tényleg benyúltam némelyik lány bugyijába, és simogattam alatta a bőrüket. A pedofil bűnöző jelenleg házi őrizetben piheni ki a 27 hónapos börtönélet fáradalmait, nyomkövetőt ugyan viselnie kell, de ezt már többször elfelejtette feltölteni, ezzel is plusz munkát adott az amúgy is túltelhelt rendőri állománynak. Sőt, a bűnöző minden héten csütörtökön autóbusszal beutazhat a nagykátai piacra, ott szabadon járhat, kelhet, szabadon vásárolhat, és minden bizonnyal jót röhöghet a jogrendszer gyengeségein. A 68 éves S. Sándor tápjóságon, a Jókai utcában az egyik általa megrontott és meggyalázott kislány közvetlen szomszédja. Kérdezzük azt is, hogy vajon a népes rendőrrokonságnak nem lehet-e köze ehhez a furcsa szabadon bocsátáshoz, ugyanis állítólag az elkövetőnek, vagy a vádlottnak pontosabban, a keresztlányú és a sógora is a hivatásos állomány tagja. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért november 30-án demonstrációt szervezett, és kezdeményezzük a törvényhozása és a jogalkalmazás rendszerének drasztikus megváltoztatását. Éppen ezért indítványozzuk, hogy a letartóztatás felülvizsgálatával, elrendelésével, fenntartásával kapcsolatos szabályokat haladéktalanul vizsgáljuk felül, illetőleg álláspontunk szerint bővíteni kell azon alap és minősített esetek körét, amikor a jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt bűnöző nem bocsátható feltételes szabadságra. Egyetértenek a felvetéseinkkel, tisztelt államtitkár úr, illetőleg nem gondolják-e, nem érzik-e úgy, hogy a hatáskörre rendelkezés illetékes szerveknek a konkrét ügyben nagyon sürgősen tenni kellene valamit. Várom érdemi válaszát.